Tisztelt Ház, most a képviselőcsoportok reagálása következik. 5-5 perces időkeretben először Tordai Bencének adom meg a szót a párbeszéd részéről. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, kedves polgártársak! Orbán Viktort hallhattuk most 13 percen keresztül magyarázkodni, terelni, csúsztatni és időnként vaskosakat hazudni, de most nem azzal fogok foglalkozni, amit elmondott, hanem azzal, amiről nem beszélt. Először is szeretném, hogy ha már a kormány nem érezte felelősségének, ellentétben az Európai Unió minden más tagállamának kormányával, szóval, hogy ha már a kormány ezt nem érezte a dolgának, legalább az országgyűlés megemlékezzen valakiről, aki fontos példát mutatott mindazoknak, akik a demokráciáért, az elnyomás ellen, a korrupció ellen harcolnak szerte a világon. Alekszej Navalnyiról van szó, aki életével, munkásságával és halálával is példát adott arról, hogy hogyan lehet megfelelni egy nép szabadságvágyának és demokrácia iránti igényének. Kérem a kedves képviselőtársaimat, hogy az országgyűlés egy perc néma felállással emlékezzen meg Alekszej Navalnyiról. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy a szuverén Fidesz-KDNP frakciónak Putyin zsoldjában állva nem sikerült kifejezni a tiszteletét Navalnyi emléke előtt. Ez szégyen az önfejükre. Van még itt szégyenteljes dolog, amiről miniszterelnök úr nem méltóztatott szót ejteni, mégpedig a Fidesz pedofil ügyében az áldozatok kérdése. A mai napig hiába várjuk, hogy valaki az önök oldaláról, a végrehajtó hatalom részéről, a felelősök közül bocsánatot kérjen az áldozatoktól. A bicskei gyermekotthonban sérült áldozatoktól, akiknek valakinek az életét tette tönkre, valakinek pedig az életét vette el egy pedofil bűnelkövető, akiket maguk védenek, és mindazokról az áldozatokról, akik a magyar gyermekvédelemben vagy máshol úgy szenvednek, hogy ezek a szenvedések megelőzhetők lennének. Önök nem kértek tőlük bocsánatot, és nyilván a kormány nevében, a kormány helyett mi ezt nem tehetjük meg, de a törvényalkotó hatalom tagjaiként, az országgyűlés jóérzésű tagjainak nevében én bocsánatot kérek az áldozatoktól, a legmélyebb alázattal szeretném őket megkövetni, és az elnézésüket kérni. Orbán úr nem beszél továbbá arról sem, hogy hogyan lesz ebben az országban egy működő gyermekvédelmi rendszer. Az, hogy a saját volt köztársasági elnöküket megalázva milyen olcsó jogászkodással próbálnak kimenekülni ebből az önök által kommunikációs csapdahelyzetnek érzett problémából, az önöket minősíti, de az is, hogy érdemi a gyermekvédelem és általában a szociális ellátórendszer helyzetét javító megoldásokat a mai napig nem látunk önöktől. És azt sem látjuk, hogy támogatnák azokat az ellenzéki kezdeményezéseket, amelyek a gyermekvédelmi ellátórendszer, a szociális védelem javításáról szólnának. És nem látunk még egy dolgot. Nem látjuk a felelősségvállalást. Ugye az igazságügyi miniszter azzal a javaslattal továbbította a köztársasági elnöküknek a kegyelmi kérvényt, hogy azt ne támogassa, majd miután azóta is megmagyarázatlan és megmagyarázhatatlan módon Noah Katalin mégiscsak kegyelmet adott ennek a pedofil segítő bűnelkövetőnek. Az önök minisztere, az ön minisztere Orbán úr ellenjegyezte ezt a kegyelmi kérvényt. De amikor egy ilyen súlyos ügyben a köztársasági elnök és a kormány között
egy ellentét feszül. Higgyük el azt, hogy az ön véleményét, az ön döntését nem kérték ki, amikor ön pontosan arról híres, hogy a felcsúti csapat kezdő 11-ig mindenről maga határoz. Higgyük el azt, hogy Varga Judit személyes döntéseként ment szemben Novák Katalinnal. Miniszterelnök úr,